sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Te kislány, egy-kettő, ha megyek én messzire, csak a világ végére. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Te kislány, nem megyek én messzire, csak a világ végére. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Te kislány, hova mit? Nem megyek én messzire, csak a világ végére. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Ott sem... Éreztétek már magatokat hontalannak? Idegennek egy olyan helyen, ahol éltek? Én sajnos igen, Németországban, ami a férjem szülőhazája, és ahol az év egy részében élünk. A kislányunk, a most 6 éves Alma, egyik legjobb barátnője Natine, akinek a családja Elefántcsontpartról érkezett Németországba. Egyik hétvégén a lányok nálunk nézték a Béka hercegnő című Disney filmet, ami arról híres, hogy az 1937-ben bemutatott Hófehérke óta levetített több mint 600 Disney film közül, ez az egyetlen, amiben a főszereplő egy fekete bőrű lány. Arra léptem be a nappalinkba, hogy a két kislány komolyan veszekszik azon, hogy melyik őjük a hercegnő. Szerintetek hogy lehet az, hogy nekik fel se tűnik, hogy az egyik őjük egy icipicit jobban hasonlít a hercegnőre, vagy ahogy Almika mondaná, egy icurka picurkát. Talán ez összefüggésben van azzal, hogy a kinti óvodánkban az óvónők kitettek egy hatalmas világtérképet, és az óvodások portréit, majd a fotográfiákat színes cérnával összekötötték a gyerekek származási helyeivel. A mi kislányunk persze Magyarországgal lett összekötve, Magyarországon született, az anyanyelve magyar, ám bár az apukája német. Ezek után az óvodások megtanulták a csoporttársaikat köszönteni azok anyanyelvén. Erről Göncz Árpád szavai jutottak az eszembe, aki azt mondta, ha szolgálni kívánok valakit, azokat kívánom szolgálni, kiknek szolgáljuk nincsen, a védteleneket, kiknek sem a darutoll a súri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott szó. Menekültek mindig is voltak, és lesznek is, amíg a világban vannak polgárháborús, háborús gócok. Az Európai Unióba és Magyarországra is érkeztek eddig is. Tény, hogy a számunk az elmúlt években megsokszorozódott. Jönnek a világ válsággócaiból, és olyan országok felé tartanak, amelyektől biztonságot remélnek, és amelyek nincsenek túl messze, így nem illúzió az odajutás. Kislány, hova mit? Nem megyek én messzire, csak a megyek én messzire. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Egy-két-három óráig. Te kislány, hova mit? Nem megyek én messzire, csak a világ végére. Ott sem leszünk sokáig, egy-két-három óráig. Tudtátok, hogy az ugróiskola az egyik legelterjedtebb játék a világon? És azt tudtátok, hogy ez már a római katonák kiképzésének is a része volt? Földbe karcolt kavicssal vagy krétával az aszfaltra rajzolt ábrái mind az 5 világrészen megtalálhatók, még Nepálban és a Csendes-óceáni szigeteken is. Angol nyelvterületen a neve hopscotch, spanyolul Parma,
Németül pedig többek között Himmel und Hölle, aminek a jelentése menny és pokol. Ez a jelentés a játék eredetére utal, ahol egy életutat kell a játékosnak végigjárnia, ahol a földről különböző akadályokon keresztül végül a túlvilágba juthat el. A játékosnak a kezében egy kő vagy egy cserépdarab van, ezt az első mezőbe dobja, fél lábon utána ugrik, lehajol érte, tovább dobja a következő mezőbe, majd utána ugrik, fél lábon maradva, és ez így zajlik a játék végéig. Hibázik a játékos, ha a követ nem a megfelelő mezőre dobja, esetleg az a vonalra esik, avagy ő saját maga nem jó mezőbe ugrik, vagy elveszti az egyensúlyát és leteszi a másik lábát. Hiba esetén a játékos kimarad egy menetből, és a partnere következik, avagy szigorúbb szabályok szerint vissza kell menni a startmezőre, és előről kezdenie az ugrálást. Az általam megrajzolt ugróiskolának az ábrája bonyolultabb az eredeti ábránál, de tartalmazza annak alapvető elemeit, a földet, a poklot és a mennyországot. Kiindulásként Európa egy olyan térképét használtam, amely négyzethálós rendszerbe mutatja az országokat lakosságuk száma szerint. Ezt a térképet szűkítettem le a Magyarországot érintő főbb menekült útvonalak országaira, és számoztam be ezeknek megfelelően. Így persze az én általam létrehozott ugróiskolán alternatív útvonalak vannak, amelyeken végig ugrálva el lehet jutni a mennyországba, azaz Németországba. Kiinduló pontnak, mivel a menekültek nagyon sok helyről érkeznek, a partot érés helyeit, azaz Törökországot és Görögországot tettem meg egyes számú mezőnek, ami az eredeti ábrán is a földet szimbolizálja. Ahogy haladunk előre a számozott mezőkön, egyszer csak elérjük a poklot, azaz Magyarországot, amit X-el jelöltem, ahogy az eredeti ábrán is. Egyébként ez az a mező, amit a játékosnak át kell ugrania, ha nem akar kiesni a játékból. Csak a világ végére, ott sem leszünk sokáig. Csak két-három óráig, ott sem leszünk sokáig. Egy-két-három óráig, te kislányom, nem megyek én messzire. Csak a világ végére, ott sem leszünk sokáig. Csak két-három óráig, ott sem leszünk sokáig. Egy-két-három óráig. Te kislányom, nem megyek én messzire. Csak egy-kettő-három-négy. Te kislány, hova mint? Nem megyek én messzire. Csak a világ végére. Ott sem leszünk sokáig. Egy-két-három óráig. A filmemen egyetlen játékos próbálja teljesíteni ezt a szinte lehetetlennek tűnő feladatot, én magam. Én ugrálok végig, fél lábon, magas sarkú cipőbe, abban a reményben, hogy végül elérkezem a mennyországba, azaz Németországba, ahol végre letehetem mindkét lábam. Ha elrontom, azaz rossz helyre dobom a követ, elvesztem az egyensúlyomat, vagy netán a vonalra lépek, a film visszatekeredik, és én kezdhetem az egész küzdelmet előről. Sajnos elég sokszor elrontam, meg kell, hogy mondjam, elég küzdelmes végigjutni Európán. A projektnek nagyon fontos része, hogy az árnyékom, átvitt értelemben a menekültek réme, végig előttem halad. Megelőz engem, végigvetül Európán. A filmen magas sarkú cipőt és rövid szoknyát viselek, ami azt szimbolizálja, hogy bárkiből lehet menekült. A szoknyámon a szabadságszobor látható, mint a vágyott, elérni kívánt szabadság szimbóluma, és mint amerikai jelképe, akinek a menekült válságban játszott szerepét azért elég sok kritika illeti. Ott sem leszünk sokáig, csak két-három óráig, ott sem leszünk sokáig.
1-2-3 óráig. Te kislány, hová nem megyek én messzire, csak a világ végére, ott sem leszünk sokáig. 1-2-3 óráig, ott sem leszünk sokáig. 1-2-3 óráig. Te kislány, hová nem megyek én messzire, csak a világ végére, ott sem leszünk sokáig. 1-2-3 óráig. Te kislány, hova nem megyek én messzire, csak a világ végére, ott sem leszünk sokáig. 1-2-3 nem megyek én messzire. Művésznek lenni a világ legkönnyebb, legszabadabb, legfantasztikusabb foglalkozása. Nem is kell hozzá semmi más, csak tehetség. Gondolják sokan. Szerintem pedig művésznek lenni felelősség, egy életre szóló elhivatottság, speciális mentalitás, egy nagyon intenzív, folyamatos viszony a külvilággal és saját magunkkal. A művész olvas, kutat, anyagot gyűjt, és ezekből tudatosan saját formanyelvet használva építkezik. Sokszor az út az fáradtságos, amíg egy számára fontos kérdéstől, problémától, élethelyzettől eljut a vizuális formáig. És először csak gondolatban, és aztán jön a kivitelezés, ami szintén nagyon sok gondot okoz. Megjelenik a tárgy, az tovább viszi a gondolatot, átértelmezi az addig letett dolgokat. És ez így zajlik egészen addig, amíg az alkotó vagy a művész nem elégedett az eredménnyel. Ráadásul a kortárs művészet elmélet szerint nem az alkotói szándékon, nem az én elképzelésemen van a hangsúly, hanem a befogadón, hiszen ott fejeződik be a gondolat. Tudom, ez sokszor fáradtságos, a mi magunk számára bonyolult kérdésekre adott sokrétegű vizuális válaszainkat értelmezni, befogadni. De a végtelenné tágult világunkban mi művészek egyedi válaszokat, megoldásokat kínálunk. Diskurzusra hívunk benneteket. Kérlek, adjatok lehetőséget magatoknak, hogy mi inspiráljunk titeket.